köszöntöm a kedves utasokat. Legyenek kedvesek kapaszkodni, mert nagyon hosszú, drága és koszos utunk lesz. A Mi Hazánk Mozgalom sajtótájékoztatója a Magyar Államvasút elégtelen működéséről szól. Szükségesnek tartjuk felemelni a hangunkat ebben a témában, ugyanis a Magyar Államvasút évtizedes lemaradásban van, és már okafogyott is a nyugati országokkal való összehasonlítás, Ausztriával, Franciaországgal, vagy mondjuk Japánnal. Sajnálatos módon az albán, a moldáv és a bosznia-hercegovinai vasúttársasággal került egy szintre a Magyar Államvasút. Az elmúlt héten számos bakit és hát emberi mulasztást követett el a MÁV, és nem arról van szó, hogy a MÁV alkalmazottai, mondjuk a jegyvizsgálók vagy a kalauzok, mozdonyvezetők ne végeznék elég jól a munkájukat. Itt a MÁV felső vezetésénél és hát a felső vezetékeinél is komoly gond van, amelyek azonnali gyökeres és radikális változtatást igényelnek. Először is a MÁV vezetőit, különösképpen Homolya Róbert vezérigazgatót, aki pártkáderként és láthatóan nem szakemberként tölti be ezt a funkciót, azonnal le kell váltani. Az elmúlt hetek, az elmúlt hónapokban tapasztalt hiányosságok, mulasztások és problémák azt gondolom indokolják az azonnali leváltását. Nem vonal bezárásokat, nem járat csökkentéseket, hanem fejlesztéseket szeretne a Mi Hazánk Mozgalom, és felelős vagyongazdálkodást szeretnénk. Azt is szeretnénk, hogyha nem támadhatnák meg garázda elemek büntetlenül, vagy akár néhány hónapos büntetéssel nem úszhatnák meg azt, hogyha megtámadják a jegyvizsgálókat, a kalauzokat, vagy akár az utazóközönséget. Ezért a Mi Hazánk Mozgalom dupla büntetést követel azok számára, akik a vasúti közlekedés során akár az utazóközönséget, vagy akár a kalauzokat támadják meg. Egyre több ilyen esetről számolnak be. Ameddig az a törvénymódosítás, amihez természetesen BTK módosítás szükséges, amit a Mi Hazánk Mozgalom parlamenti képviselői az országgyűlésben kezdeményezni is fognak, ameddig ez a BTK módosítás meg nem történik, addig pedig azt követeljük, hogy a vasútőrséget újra léptessék életbe. A vasútőrség egy olyan szakemberekből is álló őrség volt, amely nem csak szakmailag felügyelte a MÁV működését, hanem azt gondolom, hogy ki kell egészíteni az ő tevékenységüket közbiztonsági jellegű feladatokkal, hiszen egyre kevésbé biztonságos a vasúti közlekedés. Ameddig a megfelelő vasútőrség felállítása nem történik meg, ameddig a BTK módosítás nem történik meg, addig pedig a betyársereg tagjaival különböző tapasztalatszerző utazásokat fogunk végrehajtani a mai naptól kezdődően. Mindezzel együtt az akciósorozatunknak része az is, hogy több ezer szórólapon, matricán, illetve plakátokon fogjuk bemutatni azokat a problémákat, amelyek akadályozzák a vasútközlekedés normális működését, illetve be fogjuk azt is mutatni, hogy milyen lépésekkel igyekszik a Mi Hazánk Mozgalom rendbe tenni a vasúti szolgáltatás minőségét fejleszteni. Ami szintén rendkívül fontos, a vasúti szakszervezetek állítása szerint legalább 1500 dolgozó hiányzik a MÁV környékéről. Ez azt jelenti, hogy ehhez tisztességes béreket kellene biztosítani, hiszen 1500 dolgozót nem fognak ilyen bérekkel, ilyen bérezéssel, ilyen fizetésekkel találni. Ez pedig minimum 50%-os béremelést jelent. Azt is látjuk, hogy nem csak a vonatokról, nem csak a szerelvényekről hiányoznak például a mozdonyvezetők, vagy akár a jegyvizsgálók, hanem most már a jegypénztárakban dolgozók is hiányoznak, és ezért fordulhatott elő az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben az is, hogy egyszerűen nem lehetett jegyet vásárolni, még Budapesten, még itt a keleti pályaudvarban sem. Tehát ehhez tisztességes bérek, minimum 50%-os bérfejlesztés szükséges. Jó napot kívánok, ez önökért van. Jó napot, a MÁV-ról egy kis tájékoztató. Jó napot, a MÁV-ról egy kis tájékoztató. Köszönöm. Jó napot kívánok, hogyha késik a MÁV, akkor próbálunk kellene tenni. Jó, mostanában nagyon sok a késés, nem azt működnek a... Repülőjárat, nem, még repülőjárat nem, de a késések. Jó napot kívánok. Megpróbáljuk egy kicsit jobbá tenni a vasúti közlekedést. Nagyon sok mostanában a késés. Jó napot kívánok. Egy kis tájékoztató. Hát, van egy kis idejük, akkor olvassák el, hát ha jobbá tudjuk tenni a vasúti közlekedést.
Köszönöm szépen, viszontlátásra. Jó napot kívánok, hogyha késik legközelebb a vonat, akkor ezt tessék elolvasni, jó? Á, önnek mindenképpen szeretnénk adni, szeretnénk jobbá tenni a vasúti közlekedést, meg a rendőrség munkáját is. Ragasztunk a kormányablakra is. Szerintem fontos, hogy a kormányablaknál is értesüljenek az emberek arról, hogy a Mi Hazánk mozgalom tesz valamit a vasúti közlekedés rendbetételéért is. Jó napot! Tisztességes béreket szeretnénk a vasúti dolgozóknak, úgyhogy ezt önökért tesszük. Jó, kérem, hogy olvassa el. Köszönöm, köszönöm. Viszontlátásra. Jó napot! Szeretnénk adni önöknek ebből a szólabból, mert ezt önökért csináljuk. Úgy hallottuk, hogy elég komoly gondok vannak, és 50%-os béremelést szeretnénk a vasúti dolgozók számára. 1500 dolgozó hiányzik a MÁV-nál. Gondolom, hogy azért tudják, hogy vannak gondok. Mozdonyvezetők hiányoznak, és azt is hallottuk, hogy hát a tisztaság, higiénia az nem mindig első osztályú. Küzdünk önökért, és köszönjük, hogy önök azért még itt az utazó közönséget szolgálják. Jó napot, reméljük, hogy működik az automata, mert meg vannak elégedve mindennel a MÁV-nál. Azért késik, na, akkor fogadja, nem? Egy szórólapot a MÁV szolgáltatásainak jobbátételéért. Működik? Egy igen. Na, szuper. Nagyon jó.